Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a kezdőkörben. Ezúttal is nyújtunk Önöknek néhány válogatást képekben az előző hét sportos érdekeltségű eseményeiből. Lesz a mai műsorban röplabda, fitness, vízilabda, kézilabda, gyermekek sportja, de még Mikulás futás is. És ha már futás, a mai vendégeink a Magyar Atlétikai Szövetség országos rangsorában első helyen álló klub képviselői. Azt gondolom, már nagyon sokan ismerik Tóth Sándort, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetőjét, akit ezúttal Gregor László középtávfutó kísért el ide a mai műsorunkban. Köszöntelek benneteket. Nagyon-nagyon szép évet zártatok ismét. Minek köszönhető ez? Azt hiszem, ez mondhatjuk azt már, hogy hagyományos, szép évzárás. Igen, hagyományos, de én azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy a legjobb évünket zártuk, és ennél talán legjobb a jövő év lehet, mikor jóra fogunk tekinteni elsősorban. Elértük azt, hogy az országban legjobb klub legyünk, legjobb atlétikai klub. Ennek sok összetevője van, van nemzetközi szereplés, vannak hazai szereplések, és ebből, meg természetesen a fiatalok szereplése, ebből tevődik össze, hogy kimondhatjuk büszkén, hogy a legjobb klub vagyunk. Én engem nagyon nagy elégedettséggel tölt el az, hogy ilyen versenyzőink, ilyen edzőink vannak, akik ezt alkották. Gregor Lászlót is köszöntjük körünkben. Mennyire jó ebben a klubban versenyzőnek lenni, ha tettek fel egy ilyen idétlen kérdést itt az elején? Igen, nagyon jó. Én már ugye lassan 10 év vagyok a Békéscsabai Atlétikai Klubnak a versenyzője, és hát eddig csak és kizárólag pozitív emlékeim vannak a klub életével kapcsolatban. Szerencsére ezért is hozzá tudok járulni az eredményeimmel. Ezek az eredmények ebben az évben mik voltak? Idén 6 országos, felnőtt országos bajnoki címet tudtam szerezni, és annak külön boldog vagyok, hogy amit tavaly tudtam szerezni, a 10.000 méteres felnőtt bajnokság, illetve a 10 km-es utcai felnőtt bajnokság, mind a kettőn címédést is tudtam produkálni. Az, hogy idáig eljutottál, az hány évbe került neked számodra, illetve most a ebben az évben milyen edzésmunkát igényel egy ilyen élsport? Avassuk be a nézőket. A legfontosabb dolog talán az, hogy itt az edzésmunka úgymond összeadódik. Szóval nem lehet ezt úgymond lebontani külön évekre, illetve időszakokra, hiszen minden edzésmunka egymásra épül. A legfontosabb dolog idén az, hogy a sérülések elkerültek. Sajnos volt egy elég rossz időszakom még 2-3 évvel ezelőtt, amikor sérülésből sérülésbe tudtam, mentem. De ugye ezek most már elkerültek, és ez a folyamatos edzés munkának az elvégzése tudott úgymond olyan magas szintre jutni, hogy meg tudjam idén is védni például a bajnoki címeimet. Ebben az esztendőben én kaptam tőled egy segédanyagot a beszélgetésünk előtt, ezt elárulhatom azt hiszem a nézőknek. És nagyon sok versenyző van itt felsorolva, nagyon sok jó eredménnyel. Ha lehet mégis választani, akkor kit, vagy mely eredményt emelnéd ki ebben az évben? Igen, nagyon nehéz, mert magában az eredmények, amit elértek a versenyzők, mindenkinek a csúcsformáját jelentette. Hol magyar bajnokságon, hol serdülőn, hol pedig hát kezdjük talán azzal, hogy az Európa bajnokság, ami felettpályás Európa bajnokság, amit megnyert már talán itt a versenyzőnk Prágában tavasszal. Ezt már mindenki tudja, egy óriási országos csúcsot lökött, ami már igen hosszú ideje állt, 28 éves országos csúcsot döntött meg Anita. És hát ezt fogjuk látni, és ez egy fantasztikus lökés volt. Illetve hát az, hogy egy Európa bajnoki címet szerezzen, ez egy óriási dolog. Ezt megfejelte azzal, hogy a nyáron Pekingben a világbajnokságon szintén országos csúcsot lögött, és éppen centiméterekkel maradt le a dobogóról, negyedik helyen végzett. Ez szintén egy fantasztikus eredmény. Talán ezzel kezdeném, ha rangsorolni kellene a versenyzőket, de láthatta mindenki, hogy Bai Balázs mennyit és hogyan versenyzett nemzetközi tekintetben, nemzetközi téren. Fantasztikus dolgot produkált, bár ez az éve ő neki a tanulásra kellett, hogy elmenjen, de ugyanakkor jövő évre, Rióra pedig hát teljesen oda koncentrál, és mindent félretesz, holott van még a diplomájához egy fél év gyakorlat, de ezt csúsztatja annak érdekében, hogy Rióra Isten igazából föl tudjon készülni. Hát ez szolgálja azt, hogy most is Dél-Afrikában van és készül.
hát Balástól várjuk a másik nagy eredményt. Lesz a riói olimpián kívül Európa-bajnokság is, ahol kimondott az európaiakkal tud versenyezni, és ott is eredményes versenyzést várunk tőle, és hát az idejéről talán ennyit. Ők kettőket kell kiemelni, hiszen azért is, mert ők már biztos Rióba kvalifikálták magukat. De ezen kívül vannak versenyzőink, akik szintén erre esélyesek. Talán folytatnám a gyaloglással Kovács Barbara, aki valóban nagyon kevés válasz el attól, hogy kvalifikálja magát és a szintet teljesítse az olimpiára. De itt van mellettem Gregor Laci, aki most akadályfutásba próbálja meg teljesíteni a szintet. Talán az a legelérhetőbb, és hát minden esélye, minden a képessége megvan hozzá, hogy ezt ő meg tudja csinálni. Nem mesélte azt el azért az országos bajnoki címeknél, hogy azért ebben az évben olyan címeket is szerzett, ahol ezredek választották el, és így nyerte meg. Tehát ez egy fantasztikus élmény volt a fedett pályás, illetve a szabadtéren, 1500 méteren. Fantasztikus volt, amit produkált, és ez mutatja, hogy a szíve nagy, úgymond, és a hajrában meg tudja nyerni a versenyt, még ha ezredekkel is. Tehát Lacinak is van esélye Rióra nézve. Reméljük, az akadály majdnem jelent akadály. Kácsár Zitának van még esélye szintén akadályfutásban. Ő is halmozta a bajnoki címeket idén, és mind a mellett pedig hát ismét egy dobószám, Bogdán Annabella versenyzőnk, aki gerelyhajtásban másfél méterre van attól, hogy elérje azt, hogy ő is Rióban képviselje hazánkat. Tehát ha a legjobbakról kell beszélnünk, akkor ezzel kell kezdenünk a felnőtt versenyzőkkel. De ebben az évben óriásit produkáltak a fiataljaink is, úgy válogatott szinten, Apáti Bence, Novák Natália középtávfutásban, de nem ezeket szeretném kiemelni, nem őket szeretném kiemelni, azokat, akik nemzetközi világversenyen is óriásit produkáltak. És talán kezdeném a világbajnoksággal, ifjúsági világbajnoksággal. Szebedzsinszki Rihárd diszkoszvetőnk nagyszerű eredményt ért el, hiszen azt vártuk, hogy közelítse meg a döntőt, ami 12 fős a döntő. Nemhogy megközelítette, be is jutott, és ott pedig az 5. helyen végzett egyéni legjobbjával. Tehát ez egy fantasztikus eredmény volt diszkoszvetésben, és nem akárhol Kolumbiában, nem Európában. Tehát ő oda elment Ifi létére, és ezt tudta produkálni. Ugyanilyen óriási eredményt produkált az Eiofon, az ifjúsági európai olimpián Pavuk Tira versenyzőnk akadályfutásban. Ez egy fantasztikus eredmény volt, 3. helyen ért célba. Nagyon nagy fölénnyel megelőzve a 4. helyzetet, tehát egy biztos eredmény volt. Ő is az egyik tehetségünk, őtőle is a jövőben nagyon sokat várunk, ugyanúgy, mint Ricsitől, akit említettem diszkoszvetésben. Tehát ha ez évet kell legjobban kiemelni, talán ezeket a versenyzőket kellene fókuszba állítani. De lehetne sorolni a fiatalokat többet is, és mint ahogy mondtam, a serdülőkorútól kezdve, tehát kezdhetnénk a gyermekekkel, de a serdülőkorukkal kezdve, akik már a serdülő válogatottban is szerepeltek. Tehát fantasztikus évet zártunk, és én úgy érzem, hogy egész békésebb a büszke lehet az atlétáira. Hát ez egészen biztosan, és lehet ezt még überelni? Hány gyermek vagy futó atléta van a klubon belül, aki összesen, akikkel foglalkoztok? Hát számokat nagyon nehéz lenne mondani, mert hát nagy a fluktuáció is, nagyon sok az utánpótlás versenyző, tehát az utánpótlás korúakkal egyet 300 versenyzővel foglalkozunk, és überelni lehet-e? Hát ez mindig attól függ, hogy milyen lehetőségeink vannak. Büszkén elárultam, hogy a legjobb klub vagyunk, lehetne sorolni, hogy miért, de ugyanakkor feltételrendszerben pedig hát nem a legjobbak közé tartozunk. Nem akarok panaszkodni, de ebben óriásit lehetne javulni, úgy, mint Székesfehérvár, Szombathely, vagy bárhogy lehetne sorolni, az Ikarusz Budapesten fantasztikus létesítményük van, ahol lehet edzésmunkát végezni, illetve versenyezni.
őket megelőztük, ez egy óriási dolog, de ezért nem lehet talán überelni, mert a feltételrendszerünk nem ilyen. És hát ne is beszéljünk arról, hogy anyagiakban sem tartozunk a fővárosi, vagy éppen a nyugati klubok közé, a legjobbak közé, és ezért sem lehet sokkal-sokkal jobb eredményeket elérni. Nagyon-nagyon sok csábítás éri a versenyzőinket, hogy jobb feltételek közé kerüljenek, jobb anyagi feltételek közé kerüljenek, és néha fejet is kell hajtanunk, hogyha azt fogják mondani, hogy igenis menni kell a saját egyéni boldogulásuk érdekébe. De én azt hiszem, hogy talán a kérdésedre válaszolva nem lehet überelni ezt az idei teljesítményt. Talán azzal, és neki abáljam el, Rióba, nem csak hogy döntőbe, hanem dobogó közel vagy dobogóra tud kerülni a versenyzőnk Márton Anita, vagy meg tudja közelíteni a döntőt Bajó Balázs. Azt tudni kell, hogy fehér ember ritkán kerül sprintszámba a döntőbe. Akkor már egy óriási lesz, és akkor talán azt fogom mondani, hogy jövőre ugyanitt, hogy meg übereltük az idei teljesítményünket. Hát ebből a megközelítésből tényleg fantasztikus teljesítményt nyújtott a klub ebben az évben valóban. Direkt lesz a kérdés, Laci, ha már ez így elhangzott. Téged például kerestek már meg? Igen, volt már rá példa. De én fejemben mondjuk meg se fordul ez, mert én azon kívül, hogy a klubnak csak egy versenyzője vagyok, nekem ez a klub úgymond többen sokat többet jelent számomra, mint csak egy, úgymond, mint egy egyesületet. Van-e valami koncepció arra, hogy esetleg jövőre a feltételek, a háttér javulása megtörténjen? Igen, van rá elképzelésünk, a futófősorunk teljes felújítása elsődleges cél számunkra. Vannak lépések, vannak lehetőségek, hogy megoldjuk, de erről így itt most nem is akarok beszélni, mert hát olyan féleképpen akarjuk megoldani, ami majd az egész város sportját fogja szolgálni, és együtt a úgynevezett labdarúgó klubbal, akik szintén télen igénybe veszik, és felméréseket, különböző edzéseket végeznek, tehát együttműködve a labdarúgó klubbal szeretnénk ilyen lépéseket tenni, hogy a feltételénk javuljanak. De a szabadtéri feltételek javítására is van koncepciónk, hát ez egy állami beruházás, vagy lehetőség lenne, ez is döntés előtt áll, de mindenképpen van elképzelésünk, és hát majd a úgynevezett szabadtéri létesítmény fejlesztése is nem csak az atlétikát, hanem az egész Békéscsaba sportját fogja szolgálni. Évről évre több rendezvényt rendeztek ti is, mint atlétikai klub. Gondolom, hogy idén is megrendezésre kerül például a szilveszteri futógála. Van-e valami, vagy lesz-e valami változás ebben, vagy nagyon hagyományosan ugyanonnan indul, ugyanakkor a távok lesznek? Hát most nem akarom magamat sajnáltatni, de azt el tudom mondani, hogy 28. alkalommal lesz, és 28. alkalommal tudom elmondani, hogy szilveszterkor nem tudunk elutazni sehová sem. De egy kicsit kikapcsolódni, de annál nagyobb büszkeség tölt el, hogy meg tudjuk rendezni 28. alkalommal. Most is mindenkit várunk, minden sportág, minden futásra vágyót, mindenkit, aki szeret az év utolsó napján az egészségéért tenni egy-egy lépést. Várjuk azokat, akik kellemesen akarják eltölteni az utolsó délelőttöt az évből. Nagyon-nagyon sokan veszik ezt mókásan, nagyon sokan jönnek a legkedvesebb kutyájukkal futni, már azokat is megengedjük, meg minden ilyen tekintetben. Tehát állandóan népszerű ez a futás, de ugyanúgy a többi nagy rendezvényünk is, és büszkén mondhatom, hogy ebbe az évbe is a hagyományos nagy rendezvényeket mindent megrendeztük. Ugyanúgy a hagyományos gyalogóversenyünket, ami már futóverseny is egyben, az már közelít a 40. évet, vagy éppen a Békéscsabarad futást, amelyik most lett, úgy mondják, nagykorú, hiszen 18. évét is betöltötte. De ugyanígy ez a szilveszteri futóverseny, ami az év utolsó olyan rendezvénye, ahová mindenkit szeretettel várunk. Laci, te itthon leszel? Indulsz? Így van, indulni fogok, úgyhogy nagyon várom már én is, mert egy nagyon kedves, nagyon jó verseny, nagyon jó hangulatú verseny szokott lenni. Bízom benne, hogy a tavalyi eredményemet meg tudom ismételni, tavaly meg tudtam nyerni a versenyt. És hát igen, csak hallok úgymond legendákat a versenyről, hiszen 28 év,
ugye, amit eddig megrendezték ezt a versenyt, és egy nagyon büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen nagy kaliberű versenyt tudok indulni, egy ilyen nagy múltan rendelkező versenyen. Hát lesznek biztos majd kihívóid. Mennyire én fontos van. Az eredmény egy ilyen versenyen neked? Fontos. Békés Csabaiként ugye ez nagyon fontos, hiszen ez egy büszkeséggel tölt el az ember, pláne hogyha itt a szülővárosában meg tudja nyerni. Ugyanígy gondolom egy komoly versenytársam, illetve egy edzőpartner, aki egy barátom is, Tábor Miklós. Ő ennek a specialistája, már 6-szor vagy 7-szer is megnyerte ezt a versenyt, amíg én csak eddig egyszer, de bízom benne, hogy most idén én fog tudni győzni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És azt még egyszer... elmondhatja még azért a programját, hogy ez az év utolsó napja nem úgy fog eltelni, hogy itt fog futni, itt is fog futni, és még aznap Horvátországban, sőt, másnap délelőtt is, még ott is lesz neki. Tehát két verseny lesz egy napon belül, három verseny összesen egy napon belül, és az elmúlt évben is itt megnyerte pályacsúccsal a versenyt, ami már 28 éve ugyanaz a pálya, 4600 méter. Én bízom benne, hogy ugyanígy fogja befejezni ezt az évet is. Hát akkor a szerényen eltitkoltad előlünk, de akkor kevés beiglit egyél majd karácsonykor, mert azért kell teljesíteni az év utolsó napjaiban is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. A fiatalok és idősek több százan gyűltek össze december 4-én este Orosháza ünnepi fényekben pompázó főterén, hogy részt vegyenek az idei jótékonysági Mikulás futáson. Az Orosházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 13. alkalommal szervezte meg a hagyományos rendezvényét, amely ebben az esztendőben is a helyi rászoruló és beteg gyerekek megsegítését szolgálta. Mikulás sapkás, futócipős, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek több százan gyűltek itt össze Orosháza főterén, hogy a jótékonysági futásban részt vegyenek. A háttérben kellemes karácsonyi zene szól, amíg a versenyzők bemelegítenek. A futásra bárki vállalkozhatott, csupán a nevezési díjat, egy Mikulás csomagot kellett letenni a szervezők által felállított standoknál. Az első 100 jelentkező egy piros színű pólót kapott ajándékba. Sokan ezt magukra is öltötték, és egy piros Mikulás sapkával kiegészítve melegítettek be a futás előtt. Kettő páros, kettő sima! A Mikulás futás 17 órakor tartott rendőri felvezetéssel. A futók 6 szervezethez juttatták el az összegyűjtött ajándékokat. Idén is egy a cél, a helyi rászoruló és beteg gyermekek megsegítése. Idén 240 csomagot szerettünk volna összegyűjteni. Évek óta megvan az a szerencsénk, hogy akkora a városi összefogás, a civil szervezetek, a sportegyesületek, a különböző cégek támogatásai, hogy már a futás előtt nagyjából a fele meg szokott lenni, ez idén is így volt, illetve a helyszínen aztán még kapunk, hál' Istennek, sok-sok csomagot, és akkor, amikor a futás lemegy, a maradék csomagot, amit nem oszt ki helyben a télapó, ezeket oda szoktuk adni azoknak a szervezeteknek, akik tudjuk, hogy irányítottan ismerik azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik idén lehet, hogy másképp nem kapnának Mikulás csomagot. A program végén a szervezők teával és szaloncukorral várták vissza az adakozókat, akik ezúttal is örömteli pillanatokat hoztak az orosházi és térségbeli beteg, rászoruló gyermekek életébe. Az OTP Bankliga labdarúgó bajnokságban a hétközi 4-0-ás Vasas elleni vereséget követően a Békés Csabai Előr FC a haladás otthonába látogatott. Jól helytáltak a lila-fehérek, és a küzdelmes mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott. Mindkét találat a második félidőben esett, a 67. percben Kávente szerzett előnyt a viharsarkiaknak, míg a 73. percben Németh Mário lévén jött az egyenlítés. A csabaiakat érintő alsóházi derbiken a Vasas és a Puskás Akadémia egyaránt vereséget szenvedett, így aztán nem nyílt tovább az a bizonyos olló, ez az idegenben szerzett pont fontos lehet a végelszámolásnál. Az OB1B és vízilabda bajnokság második helyén álló Csabai Csirkefogók együttese a negyedik Hódmezővásárhelyt fogadta szombaton az Árpád fürdőben. A találkozó elejét jobban kezdte a vendégcsapat, de az igazi izgalmak a végére maradtak. A két csapatról annyit kell tudni, hogy a csabaiak igen jó helyen, a második helyen állnak a táblázaton, míg a Hódmezővásárhelye a negyedikek, úgyhogy elég jó kis mérkőzésre van itt kilátás. És természetesen a kapuban Gál Lajos, őt kifelejtettem, ezt tehát a csabaiak összeállítása, egy nagyon jó labda közben előre, és megszerzi a mérkőzés első gólját Werner György, a vendégek ötös számú játékosa,
Német lopja a távolságot. Ajtai. Ez igen! Mire a kapus felemelte a kezét, addigra már a hálóba volt a labda. 1-1 a találkozó állása. Egyelőre nem lőjük el, középre, aztán egyel tovább. Hatalmas lóba és hatalmas gól! A csereként beállt Hajdú megszerzi a csabaiak második gólját, önmagának pedig az elsőt. Ezzel sikerül az egyenlítés 2-2, 4,5 perccel az első negyed vége előtt. Hajdút szerette volna játékba hozni a csapattárs. Víg Csanád lopja a távolságot, lövőhelyzet, és a kapufa segítségével gólt szerez ismét a Hódmezővásárhely. Közben nem megy a nagyóra, ebből még biztos, hogy bonyolalom lesz. És egy gól közben a 6-os számú vendégjátékos mutatja a játékvezető segítségül nekem is. Hajdú József a harmadik gólját szerzi a találkozón. Számomra meglepetésszerű, de gondolom, hogy mindenki számára, hogy 5-2-re vezet az első negyedet követően a vendég Hódmezővásárhely. Nem kaptunk gólt, ez jó hír. 5-2-re viszont a Vásárhely vezet. Na, meg lehet úszni talán ott a szélen. Középen, és nagyon jó volt! Remek volt az összjáték. Makra felnézett, és Józsa a befejező ember. Nagyon. Egy okos szabálytalanság Józsa részéről. És megint megkapják a labdát a vendégek. Hoppá! Nem vettük komolyan Vernes Györgyöt, aki fölemelkedett, és egyből elengedte. 7-3-ra vezetnek már a vendégek. És egy kiállítás. Nem, megkapjuk csak a labdát simán. Ott a megugró ember, Makra, gyönyörű ejtés. Makra Zsolt góljával végre sikerül a szépítés. 7-4. Kiállítás. A hármas számú vendégjátékost állítják ki. Katonát, Német, lőni kell, és gól! Nagyon jókor. Még benne van az időben, mutatják a játékvezetők. Sajnos. Úgyhogy két negyed után 7-5-re a Hódmezővásárhely vezet. Zsilák vissza, nem fogja előni onnan. Tinka lóba, és a jobb alsó sarokban a labda. 7-6, sikerül a szépítés. Egy gól az előnye a vendégcsapatnak, de lehet támadást vezetni. Szeles, meg lehet úszni. Szeles, teljesen egyedül. Szeles gól! Katona visszajátsza egészen Hajdúig. Hajdú vállal egy lövést messziről. Egy kis szerencsével is, de bal alsó sarokban a labda. 8-7-re vezet a Hódmezővásárhely. Lehet, hogy ő el fogja vállalni, csak nem most. Szabó Levente. Nagyon hamar kihasználjuk az emberelőnyt. Ezzel most megint döntetlen. 8-8. Német nem bír a labdáért menni. Német. Szabálytalankodik vele szemben Dombóvári. Német. 9-9. Nagyszerű gól. Hát a másik oldalra, nem túl jól jött kézre ez a labda, Ajtai középre, és ott a gól! Ez viszont gyönyörű! Ez igen! Szabó Levente beúszott, remekül kapta a labdát, ott hagyta a védőjét, és megszerezte a csabaiak 10. gólját, amivel sikerül átvenni a vezetést. 10. Sós. Víg. Át a másik oldalra. Tar. Középre, és ez egy könnyű gól, azért, mert rossz a védekezés. Sajnos legrosszabb az egészben, hogy tényleg nem tudjuk, mennyi idő van hátra. Kádár József pedig itt a medence partján igazgatja a többieket, gyakorlatilag betakarja előnk a kilátást, de azt látjuk, hogy egy hatalmas gólt sikerül szereznie. Fél fordulatból tulajdonképpen Szabó Leventének, és ezzel újra megvan az előny, 11-10. Kérem szépen, ezzel a góllal nyerte meg a mérkőzést a csabai csirkefogók a Hódmezővásárhely ellenében. Ennél jobb végét már nem is lehetett elképzelni a mérkőzésnek. Ugye az egész mérkőzés rosszul alakult, tehát sokkal jobban játszunk mi ennél, amit most nyújtottunk. Sajnálom, hogy ilyen vége lett, mert miért már eldőlhetett volna ez hamarabb ez a mérkőzés, akkor kihagytuk a helyzeteinket.
szerencsénk volt. Most a második helyen áll a csapat, mit várhatunk az idény végére, mi a célkitűzés? A bennmaradás, mindig ezzel indulunk, minden bajnokságot, természetesen ez már azért nem így van. Szeretnénk most már az első négy csapat közé kerülni ebbe a csoportba, ami azt jelenti, hogy a felsőházba játszunk, ami hát nem a bajnoki címért, de azokkal fogunk játszani, akik arra törnek. Tehát ez én úgy gondolom, hogy nagy előrelépés a Békéscsabai vízilabdának. A Békéscsabai röplabda ese női együttese az előző hét folyamán sem tétlenkedett, a hét közepén a Magyar Kupa legjobb négybe jutása volt a tét, az ellenfél pedig a Gödöllő együttese. Az előző fordulóban a Budaörs együttesét kettős győzelemmel sikerült elütni a továbbjutástól, tehát 2-3-0-ra győzött a Csabai együttes, mindkét mérkőzésen simán 3-0 arányban tehát. Nézzük ezt a mai találkozót, és egyben még egyszer mondom a Magyar Kupa negyeddöntőjét, a vendégek kezdték a játékot, ők játszanak a első játszmában, bal oldalon és kékmezben. Egy-egy rossz nyitás nem jelentett még pontot az ellenfélnek, hanem forgás következett, akkor 15-ig ment egy játszma, most 25-ig zajlik, és minden rontás pontot jelent. Nagyon szép ütés hátulról, Szakmári volt az, Molcsányi fogja meg a labdát, aztán jó a feladás és Bodnár. Így volt ez az Újpest ellen is például, de a Jászberény ellen is emlékezzünk vissza. A korábbi mérkőzésekre az első szettet begyűrjük, utána már reméljük nem lesz kérdés. Tálas feladás, a Szakmári megint, ezúttal jól fogadják, jól blokkolják az ütését. Bodnár, Tálas, hátulról Matics, 4-2. Szakmári fogad, rányítottak ezúttal, nem zavarja, mert már üt is. A hátsó sorból jött most Stefanik. Egy nagyon okos ejtés, Tálas. Ő is jelezte a játékvezetőnek, de Bodrogi Lászlónak szerintem nem volt szüksége a segítségre. Jó, sikerül lelassítani a labdát, Sós hátulról, és a vonal elé, ez igen. Remek a nyitás, és rossz a feladás, ez azt jelenti, hogy megvan az első játszma a BRS-ének. 10 ponttal nyeri a Csabai Egylet ezt az első játékot, 25-15-re. Kérdés, hogy Tálas hányat fog nyitni zsinórban. Hú, de jó volt, éppen hogy meg tudták menteni. Stefanik tette át a labdát, most pedig már Matis támadja a falat. A kéttagú sáncot, 8-2-nél megint csak egy kis szünet következik. Meglátjuk most mennyire futja Tálas. Feladót cserélt közben a vendégcsapat. Hemmel, az aki bent van egyes számmal, ő az aki ezúttal nem tudott menteni. Már csak 3 kell a játszma megnyeréséhez. Ez gyenge volt most Palotai részéről, a másik oldalon a Sós ütése már jóval erősebb, és nem is tudják lesáncolni Sós Nikit. De aztán kijavították, tehát 24-13. Sikerül még áttenni. Nagy és jó az ejtés! Hát a cserejátékosok bejöttek mind a két oldalon. Nagy fejezi be a második játszmát a Békéscsabai oldalon, 25-13. Szabó Adrien. Bodnár kapja vissza, és még meg tudják menteni? Ez nagyon-nagyon szép volt, el kell ismerni. Takás tette végül át. Tálas Szakmárinak emeli ki. Ez is egy nagy mentés. Átjön erre az oldalra a labda, lehet letámadni, illetve megtámadni ismét a labdát. És Bodnár a befejező ember. Mindenki jöjjön ki személyesen megnézni ezt az orosz csapatot, és majd videóról nézze vissza a találkozót, azt javaslom. De nézzük a gödöllői találkozót, hatalmas ütésos! Nézzük a mérkőzés labdát, sikerül az elsőt begyűjteni, nagyon jó a nyitás, Takács az, aki fogadja. Jön a feladás, megvan a másik oldalon. Szakmári lepattan a labda,
Cina kezéről, ez azt jelenti, hogy megvan a találkozó, megvan a mérkőzés. 25-15, ugyanannyi pontot tudott szerezni végül a Gödöllő együttese, mint az első játszmában. Nagyon magabiztosan tehát 3-0-ra nyeri a BRS-e ezt a Magyar Kupa találkozót. A találkozó után két nappal pénteken következett a Budaörs elleni kötelező 3-0-as győzelem a bajnokságban idegenben. És akkor foglalkozzunk a közeljövővel. Többször is említettük, de nem elégszer, a röplabdásaink érdekeltek a CEF kupában is, egy orosz sztárcsapat, a Krasznodár az ellenfél. Az első meccs december 9-én szerdán Oroszországban lesz, nem a csabaiak a párosítás esélyesei. Két főszereplő előzetes várakozását láthatjuk most. Nagyon nagy ellenfél lesz ez az orosz csapat. Ez a játék, ez a nagyon jó játék, mire lehet elég majd ellenük? Persze mi már videóztunk, itt tényleg a legmagasabb szintű csapatról beszélünk, és a legmagasabb szintű játékról, utolsó EB-ről, ahol az orosz válogatott aranyat nyert. Négy játékos játszik Krasznodárba, krasznodári csapatba, úgyhogy mi nagyon jól tudjuk, hogy mi vár ránk. Mi lesz, elég lesz ez a játék? Tényleg nem tudok semmit sem mondani. Nekünk csak az a célunk, hogy maximálisan teljesítsük azon a meccsen. Mire lesz elég, azt majd csütörtökön este majd meglássuk. Valmazná, te mit remélsz ettől a párosítástól? Mit szeretnétek ebből kihozni, ebből a két meccsből? Igazából szerintem már annak nagyon örülnénk, hogyha magunkból, saját magunkból kihoznánk a maximumot, és megláthatnánk, hogy mégis hogy állunk így nemzetközi szinten egy ilyen orosz csapat ellen. Kíváncsi vagyok, hogy ő a kezdőcsapat fog elfelállni ellenünk. Mi kezdőcsapattal állunk fel lelkesen, harcosan, és tényleg várjuk az eredményeket. Az NB1-ben szereplő orosházi FKS-e férfi kézilabda együttese hazai pályán a Balmazújváros gárdáját fogadta. Nem sikerült budaiéknak itthon tartani a két pontot, a vendégegyüttes 25-23 arányban nyert, és ezzel 5-re nőtt a különbség pontszámban a két csapat között. Az orosházi csapat 9. a tabellán 10 ponttal. Az NB1 B-ben a Békés Drén KC együttese a Kecskemét gárdáját fogadta, és sikeresebben szerepelt, mint a megyei csapattárs. Horvátszky, ő is remekül játszott az előző mérkőzésen, ahogy azt már jótól elvárjuk. Horvátszky, ott is az első Horvátszky gól! Horvátszky Mário találatával 1-1. Soklud disznó győz alapon, ketten terítették le Burik és Füleki Horvátszky, de csak egy szabad dobás az eredménye. Horvátszky gyönyörű! Ho-ho! Horvátszky Mário 4-3-ra vezet a békési csapat. Horváth most befut második beállósba. Schuring! Mi is? És ez bent van. Schuring, Burik, majd Füleki. Mikor? Ő viszont nagyon azt akarja, hogy itthon maradjon a két pont. Marad a 9-7. Polgár Tibor, Kopcsák. Jó! Kopcsák József, harmadik gólja! Kopcsák. Na gyerünk Józsi, Horvátszky. Horvátszky! Ho-ho! Horvátszkyt letarolják, de mehet tovább. Kánya László, gyönyörű! Kánya László megszerzi az első gólját. És védekezzünk remekül, bravo, Kánya László már jól is védekezik. 5 másodperc van hátra, figyeljünk, és sajnos ez még gól. A 17-es számú Füleki Áron szerezte meg a második gólját, és 15-10 a félidő a békési csapat javára. Gyárfás, Mis, Schuring, és a beállós, szerzi a gólt. Most nagyon felerősödött a beállós játékuk. Most sincs beáll, még mindig Horvátnál a labda, és most már megkapjuk, így van. És hosszan indítunk, Herceg János, Herceg, óriási gól! Schuring, ajajaj, Schuring Balázs óriási gólt szerzett. Schuring Balázs hatodjára volt eredményes a mai napon. 22-18. Kopcsák, na gyerünk Józsi, gyönyörű!
és passzívan megint, de vajon miért? Polgár Tibor! Gratulálunk a játékosoknak, ma remekül küzdöttek, és újra azt a régi békési csapatot láthattuk. Horváth Dani! Jó! A békési csapat ma 29-23 arányban legyőzi a kecskeméti kisokos csapatát. Békés Csabán első alkalommal rendeztek jótékonysági fitness napot. December 6-án összesen 16 edző, 10 féle sportág segítségével lendítette mozgásba résztvevőket a Csaba Parkban. 16 edző felelt a hangulatért és azért, hogy mindenki találjon hozzá közelálló mozgásformát az első Békés Csabai jótékonysági fitness napon. Magyarország legjobb prezentereit szerettük volna elhozni a vendégeknek, mint Tatarek Rezsült, Canik Balázs és Cseresznyi és Bea. Ők pedig igent mondtak a felkérésre és hozzátették saját részüket a jótékonysági fitness naphoz. Több mint 300 sportszerető vendég jött el vasárnap, és amellett, hogy a legkülönfélébb mozgásformák kipróbálásával, gyakorlásával töltették az egész napot, még jótékonykodhattak is. A Magyar Diákolimpiai Szövetség ebben az évben is kiírta az országos bajnokságot játékos sportverseny kategóriában. Az általános iskolák alsó tagozatos csapatai változatos ügyességi és gyorsasági számokban mutathatták meg, hogy ki a legügyesebb és a leggyorsabb. A diákok nagy lendülettel vetették bele magukat a versenybe, amelyet a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermében rendeztek. Az országos megmérettetést immár több mint két évtizede minden esztendőben lebonyolítják, így idén is alsó tagozatos gyerekekből álló csapatok mérkőztek meg egymással. Felmenő rendszerű bajnokság, ahol a Békés megyeinek a 6 körzetének a győztesei, második helyzetje jutnak el a megyei döntőbe. Ez a Békés Csaba és körzetének a verseny, ahol 9 csapat, 8 iskola, 9 csapata versenyez, van 6 versenyszám, amelyet megkaptak előre az iskolák, ezekből fölkészültek, és a mai nap megpróbálnak minél jobb eredményt elérni. Vannak olyan intézmények, amelyek rendre jól szerepelnek ezeken a megmérettetéseken. Az Erzsébethelyi Általános Iskolában például folyamatosan készülnek erre a versenyre, több válogatót is tartanak a testnevelés órákon és a délutáni sportkörök alkalmával. A játékos sportverseny fontos szerepet tölt be a gyerekek életében, hiszen az ilyen játékos vetélkedők meghozhatják a legkisebbek kedvét a mozgáshoz. Mindenféle olyan képességet megmozgat ez a verseny, ami ebben a korban nagyon fontos, és tényleg még egyszer tudom hangsúlyozni, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek. Szívesen gyakorolnak, szívesen jönnek erre a versenyre, és jól érzik magukat. És azt gondolom nekünk testnevelőknek ez a feladatunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a mozgás közben. A résztvevő intézmények a hagyományoknak megfelelően megkapták, hogy milyen feladatokban kell teljesíteni a körzeti döntőben, így adott volt a lehetőség a megfelelő felkészülésre. Nagyon sokat gyakoroltunk, nem minden feladatla, de legfőképp amikor négykézláb mentünk. Az iskolánkban van egy kisebb terem, és oda bepakoltunk, és ott gyakoroltuk a különböző feladatokat. A sokszínű vetélkedő során mindenki megtalálhatta a kedvenc versenyszámát. Volt, akinek a gyorsasági feladatok tetszettek. Kedvenc versenyszámom a váltófutás volt. De volt olyan is, aki számára a több ügyességet igénylő versenyszám hozott sikerélményt. Hát nekem az volt a kedvencem, amikor fel kellett ugrani egy nagy zsámolyra, és utána meg át kellett bújni, mert azt sokat is gyakoroltuk, meg az nekem jól is ment. A körzeti döntőből első helyen a Kazinczy Ferenc Általános Iskola A csapata, második helyen pedig az Erzsébethelyi Általános Iskola jutott a megyei fináléba. Ez volt a mai kezdőkör, remélem találkozunk a jövő hét első napján is. Viszontlátásra!